Szevasztok, szép jó estét, vagy hát délután, Gábor vagyok, és a Techbarátot nézitek. Úgy volt valóban, hogy ma foci után, tehát olyan 9:30 körül lesz majd az élőadás. De hát ugye vár, mindig megkértelek titeket az utóbbi időben, hogy figyeljétek a techbarat.hu-t, mert nem biztos, hogy Facebookra mindig ki tudom írni, vagy van rá időm. Viszont ugye a techbarat.hu megjelenik mindig az aktuális kezdési időpont minden aktuális napon, illetve hát nagyjából ugye előre is megvan adva. Ugye ahogy ezt látjátok, tehát ha megnézzük a techbarat.hu-t, akkor látjátok, hogy holnap is lesz, illetve utána hétvégén, tehát szombat-vasárnap gaming, hogy pontosan milyen játékokkal, stb. Ma előrébb hoztam, mert hát igazából a foci után nem voltam benne biztos, egyrészt, hogy időbe visszaérek, rohanás van megint, későn végzem, úgyhogy jobb volt így, meg holnap már sajnos, vagy hát nem örülök neki, az irodában már be kell mennem dolgozni, úgyhogy mint hogy folyamatosan mostantól kezdve, illetve holnaptól kezdve. Úgyhogy véget értek a home office-olós napok, igazából szép volt, jó volt, azért majdnem három hónap így elegendő is volt, bár nem mondom, hogy nem örülnék annak, hogyha ha esetleg mondjuk heti egy-két alkalommal lenne home office, tehát mondjuk egy hétfő péntek, maradék három napon mondjuk bent az irodában, szerintem az egy tök jó megoldás lenne, nagyon sokan szerintem egyetértenek velem, vagy egyetértenének. Reméljük. Lehet, hogy ha nézi a drága, jó, kedves főnök, akit imádok, és tisztelek, és szeretek, és minden, hát ha majd meghatódik, és azt mondja, hogy hát végül is valamit mond ez a gyerek, sokkal jobb, hogyha hétfőn meg pénteken otthon marad a csába. No, folytassuk a GTA 3-at, amit látjátok a szemem, az már szerintem javult. Anyám mondta, hogy jaj, úristen, még mindig be van dagadva. Hát jó, hát nyilván, hogyha be van gyulladva, vagy ilyesmi, akkor az még be is lesz dagadva egy darabig. De például megszabadultam a hajamtól, időközben pont a stream előtt kb. Egy ilyen 20-25 perc alatt tök jól levágtam magamnak. Szerintem egyre ügyesebb vagyok így a karantén frizurában, úgyhogy aki esetleg szeretne karantén frizurát, annak nagyon szívesen csinálok. Nem ingyen, hanem pénzért természetesen. No, folytassuk a GTA 3-at, mert most tényleg hát kb. Egy óránk van, mert ugye utána focira indulni kell időben. Betöltjük a játékot, és hanyadikánál voltunk, milyen legrégen, hol van? Június 20. No. Ott tartottunk, hogy igazából ez a sportoló csávó. A sportoló csávó, ja. Ad nekünk már csak melót. És de jó, elkezdett esni az eső. Na nem baj, úgyhogy én gyanítok, nem most például ott van az A. Ja igen, mert ugye menjünk most az A-hoz, mit ad nekünk a hölgy? Mert ugye a hölgy az alatt itt van, azt hiszem az építkezésen, így van. Pák! Hát nem áttörjük a korlátot, hanem átugratunk. Az ugye sokkal egyszerűbb, hogy korlátot, mi ez a sorompót, az sok. Ó, hát itt vannak a Yakuza autók. Na, hova kell menni? Olyan, remélem, hogy nem kell fölmenni oda. Mondd, hogy nem. Ja, lehet, jó. Mondd, hogy nem, ott van, jó van. Ez is még őster, az jó, de... He's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Hát akkor tudom, hogy mivel fogok csalit játszani. Hát ugye azt nyilván már láttátok, omik van egy kis haj, vagy lehet, hogy rosszul vágtam le. Nem mindegy. Gondolom, hogy ezt tudjátok, hogy csalit én nem fogok ilyen szírszar autókkal játszani, mert ugye szarrá lőnek, gondolom. Hoppá, hoppá. Tehát, ja, hogy ó, hát itt van is kijárat. Ez remek. Szóval most Gabi fogja. Na. Ott van ez az. Kértem a Jézuskától egy tankot karácsonyra, és
Kaptam is egy tankot. El az útból. Hát, mégis nem is mentem át rajta. De most nem tudom, hogy a rózsaszín, gondolom a rózsaszín a banda, mert hogy az több van a rózsaszínből, tehát akkor a rózsaszínnel, bocsánat. De lehet, hogy... Ha nem áll le... Lehet, hogy át kell mennem a hídon már megint? Van ne bassz! Nem akarok átmenni a hídon. Egy híd alatt, vagy mit tudom, mindegy, értitek. Pedig úgy tűnik, hogy... Tehát nincs olyan mission, amit mondjuk... Közelebbről kell elvédni... Nem... Minek? Menjél bazd meg jó messzire. Hát mindegy. De várjál, azt hiszem ez itt pont az alagút. De amúgy most pont visszajöttem oda izéhez. Az hozzáértem véletlenül. Ahhoz is véletlenül hozzáértem, bocsánat. Ez egy rendőrautó. Jó. Itt nem fogok elférni szerintem, de lehet. Na most itt bekanyarodunk. Hogyha eltalálom jól, igen. Na vé, most jó irányba vegyünk, én úgy érzem, mert most már közelednek a pöttyök. És azt bírom, hogy tankkal megyek, eléggé gyorsan viszonylag, és csikorognak a kerekek. Tehát, mintha nem lánctapassal mennék, hanem... Hát, kerekeken guruló. A kerekek, csak hát ugye azért azon vannak. Figyelj, ne tekergőzz életem, mert fölrobbansz. Te se. De eddig egész ügyes vagyok, mert nem robbantak még fel. Most egész sokat megkímeltem. Hát őt nem fogom, mert nem húzódsz le, nem húzódsz le, de őt is. Micsoda fék. Azt a betyár minden. De remélem, hogy... remélem, hogy jó felé megyünk. Mindjárt kiderül. Jujuj. Juhuhuhu. Hát itt sokan vannak. Ajajajajaj. Jajajajaj. Bocsánat. Bocsánat. Úgy. Neked még mindig jobb. Az meg is... Most visszamegyek? Ezt most nem mondod komolyan, hogy még most vissza... Most vissza fogok kanyar... Tökön szúrom magam, hogyha vissza kell még mennem. Ne basz. Ez csórik el még, hogy húzódnak le. Ajajaj, nem tudok fölmenni. Megáll a tank, bazd meg. Nem irányba vagyok, ez az... Jó van, jaj. Jaj. Jaj, ne menj belém, mert meghalsz, meghalsz. Én szóltam, és belém jön hátulról. Hát akkor én szóltam. Jó, az legalább megállt. Az emelkedőket nem szeretjük a tankkal, hát ez ősrégi magyar közmondás, hogy emelkedőn a tank nem jó. Na gyere! Ez nem jó akkor. Ezeket az utakat én nem ismertem, hogy volt eddig ilyen?
Hát ez nekem tökre nem ismer. Hol az anyámba vagyok most már? Most ugyanoda visszajöttem. Tehát tettem most egy kört. Remek! Bocsánat! Fingom! Ja, ott van az a híd. Na, menjünk azon a hídon át. Hát akkor az a helyzet, az a szomorú tény, ott hagytam a tankot, igen. Ami van itt, jajjajjajjaj, ó, bassz meg. És bepörget, bassz meg, beforgat még. Menjél akkor innen, te is. Hallod, nem, itt most... Hogy lehet innen kimenni, vagy elmenni? Nem is ismerem ezt a városrészt. Ez melyik? Na, ott van az a híd. Menjünk már oda. Nem tudok oda menni. Hát, leszorom, akkor menjünk onnan, onnan jöttünk. Ja, de ez pont a híd felé visz, jó van. És pont fölvisz a hídra. Na, király. Most ugye az a probléma, hogy... Nem megy föl a híd. Jó. Oké. Probléma az, és nem tudom, hogy ez a csávó... Mert mehetnék ezzel a Yakuza Stingerrel. Ugye a helyzet az, hogy kéne nekem az a Hammer. Mert ugye volt ez a... Magam. Tehát nem mehetek izével. De hol volt annak a fickónak? Volt valami háza. Nem volt valahol egy Hammer. Nincsen. Volt ez az a csávó, hogy ez a rendőr, aki ugye ránk bízta izét. Na de hát azt azóta hát hányszor hagytam már el? Hát most honnan az anyámból? Én ezzel az autóval szerintem kúra szarcsai, hát nem tudom. Főleg így, hogy egy... jó. Össze is törtem egyből. Nem az a híd. Vere, hol vagyunk? Igen, itt van a... Aha. Jó, itt van a felhajtó. Hát felhajtó relatív, tehát most mi itt hajtunk föl. Na mindegy, első körben megpróbálunk ezzel elmenekülni. Szerintem kurvára nem fog menni.
Tehát tényleg valami... Hát, én azon gondolkodom, hogy esetleg valami páncélautó kéne még. Jó. Lehet, hogy nincs páncélautó, mindegy. Na gyertek! Most biztos jön utánam, az már üldöz is! Jújj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 
Ezt ilyet tudom ide vinni? Hogy tudom elvinni? Ja, na jó van, akkor ez az! Tehát el lehet vinni őket egyesével, jó van, akkor nem kell összegyűjteni. Hát ez tök fasza. Jó, akkor jegyezzük meg az útvonalat, és akkor megpróbálunk a legrövidebb útvonalon. Ó, hát ez sima liba. Legalábbis. Hoho, hát még gyors is vagyok. Hát milyen gyors vagyok már, emberek. Na gyere. Hát azért meg is kell várjam őket. Ajaj, ajaj, lőjétek már le őket, bazzeg. De... miért nem lőtték le a... Oké, ezt nem értem, mondjuk ezt... Jó, ezt simán megcsinálnám elvileg, mert ez... ez nem egy bonyolult. De azt nem értem, hát ott volt a izé, ott voltak a... azok a rendőr, vagy mik azok a, tehát a jakuzák, vagy ki a tököm. És már kiszálltak az autóból ezek a mexikóiak, vagy kik, tehát hogy... miért nem lőtték szét őket? Ott álltak. Menjél a sunyiba, bázd meg. Hát, ki kell akkor ugratni majd az autóval? Hát két, azon már nem múlik, kiugratom én. Semmi gond. Persze, barátocskám, csak nyugodt... Ja, várjál, szerintem arra kell menni. Ja, igen, így. Ja, igen, 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 igen. Itt van a fölhajtó. Tényleg ott a víz. Basszus, nem tudok átmenni. Na gyerünk már.
Ezzel megy egy csomó idő. Csomó értékes idő. Most oké, hogy én behajtok ide, igen. Menjél már anyádba! Menj innen! Kösz! Juhuhuhu, és kiugratok. Na várjál, most kíváncsi vagyok, hogy... Most követnek. Hát, gyerekek, be kellett volna jönni oda. Jaj, hogy elintézték őket, bazd meg. Ja, hogy elint... Ó, bazd meg. Tehát egy csávóka az meg is halt. Az úgy nem jó. Most a kérdés az, hogyha... Tehát, hogy én besegíthettek-e... megölni őket. Mert hát igazából ki tudok szállni és fölveszek izért, van mindenféle. Ú, tényleg ezt be is írom. Van itt mindenféle fegyverem, úgyhogy... Most mit lövöldöztök, bazd meg? Hé, ott egy jó hammer. Igen, ezek lassabban jönnek, ezt már megtanultam. Mit lősz? Engem? Mi? Nem úgy volt, hogy izért ti is lőttök. Csak a barna autó. Na, jössz. Most vissza kell szálljak? Hát jó, gondolom akkor ez így működik. De szerintem egyszerűbb, hogyha egy izét, ilyen rakétavetőt belejük engedek, elmegyeket lehet, hogy felrobbanok. Gránát, kézgránát, az viszont mondjuk jó. Na nézzük most merre kell, akkor menjünk, tehát elindulunk erre. Igen, ott van az a híd, de nem arra megy. Várjál. Jaj. Szerintem azon a hídon akkor átmegyünk. Igen. Ó, bakker, egy fél pillanat türelmet kérek. Telefon.
Anyám, nem tudja, hogy kell bekapcsolni a televíziót. Oh, Istenem. Nem azért, mert nem tudja, hogy kell, csak hogy mindegy új szolgáltatásuk lett. Aztán megmutattam, hogy egy távirányítóval hogyan lehet kezelni a tévét, médiaboxot, stb., hogy ne legyen ugye több távirányító. Csak hát ugye ez nem mindig a... Na, mindegy, jó, sikerült, az a lényeg. Én meg most meg kéne, hogy találjam az utat az utolsó genyóhoz. De megyünk egy ilyennel. Ez itt nagyon meredek? Hát nem vészes. Most csak az a kérdés, hogy valahogy fogok... Hogy megyek ide gyorsan vissza a hídra? Tehát ha én itt mondjuk felkanyarodom, azt akarom megnézni, hogy a hídra azért hogy fogok feljutni hamar. Nem itt. Szerintem itt. Ja. Jó. Na. Oké, hát akkor megyünk erre, és akkor... Csak megpróbáljuk addig nem összetörni, mert szét is lövik. Hoho! De semmi gond, szerencsére itt van egy ugyanolyan autó, úgyhogy bocsi, vidd el ezt. Amúgy sem szabad zenét hallgatni az autóban, ezért fülessel, na. Csá, kösz. Gyertek, 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 gyertek! Jó. De bazd meg, nem is vagytok olyan gyorsak. Vagy én loptam el nagyon gyors autót? De hol jöttök már? Hát gyerekek, hát nem érek rá egész nap. Ez üldözés! Hát üldözni kéne! Na végre már, hogy megjelentek. Ez az. Na gyerünk. Hát mindjárt elalszom, bazd meg. Na jó van. Most nem tudom, hogy őt ki tudtam volna nyírni, de hát igen, egy ember maradt. Tehát azért ennyit a hatalmas nagy bandáról. Hogy vagyunk? Mert... ott van a híd.
Cikáznak itt előttem, de már nagyon jól megszoktam. Hát úgy tudok menni, mint kés a vajban. Na nézzük a következő missiont, ez laza volt, ez semmi. Igaz, hogy harmadjára sikerült! Mindegy! Itt is jó. Végülis ide is jöhetek. Tökéletes autósugrás! Köszi! Tökéletes autósugrás, ez az! Hát ott vagyok az építkezésen, ez volt a lényeg, nem... Aprózzuk itt el. Na, átugratunk a... Nem ugratunk át a sorompon. Így. Bam! Ez az, nem kell leizés a motorháztető sem minek. Na. Jaj. Na mondjad anyám, mi a következő? Még mindig veri fogadjunk. De hajt. De ez nem izé, ez nem kihallgatás, bázd meg, ez előjáték. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the Yardies selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters! Na, akkor mehetünk a tankkal végre! Tehát akkor ez... Cirkai Liberty negyedében, hogy megtaláld az Espresso 2 Go kávézókat. Most magát a csávót kell megölni, mert hát akkor azt mondjuk meg tudom úgy, hogy... még ezt meg tudom úgy is. Hogy mondjuk beállok ide. Nem. I'm gonna get you. Ez hogy rohan a szatyorra? Mert cekkerel a nagy muter. És az a baj, hogy... Most hogy... Hogy? Bazd meg, de hogy semmisítsem meg? Robbantsam föl. De most az a baj, én is égek. Mi ez? Ezek szerint ez nem oldja meg. A gránát ez megoldja? Ó, hogy baszódná meg mi? Ne! Aj, ne már! És most találjam meg! Menjél már odébb a de most... Honnan tudjam, hogy hol van a következő? Kettő a kilencből, de hát bazd meg, hol van a... Pff,
Hol az anyámban lesz a többi? Tehát így... kösz. Cirkáljak. Lehet, hogy előbb kéne cirkálnom. Hoppá, ez egy kukás autó, basszus. Én most visszajöttem most ugyanoda. Nem baj, akkor menjünk erre. De erre már nincs is város. Ez meg... hát, akkor lehet, hogy először föl kéne fedezni. Na, ott a következő. Hoppá, ott van kettő is, na! Az meg gyerünk, menjetek! Hát ha, lehet, hogy összejön még a végén. Ki tudja? Ott van még egy ládikó. Na, szólja már ki. De nem is a 10 évvel elintézem. Meg hogy hívják akkor ilyen, nem? Boom! Ez az! Így kell egy kis kávézót tönkretenni. Vagy nem is kávézót, hanem egy... drogtanyát. Na, ott a következő drogtanya. Boom! Van, ami kevezett Portlandben és Shoreside Vale-en. És az merre van? Bazd meg! Az... off! Hát, hogy át kell menni a... gyerültem, hogy át kell menni a... de nagyon jó, hogy meglökött. Persze, tehát itt tényleg annyira örülök, hogy ez rohadt tetves játék. Utolsó pillanatban fordul be előttem egy rohadék autó. Tök jól vezetek amúgy. De nem, ilyenkor kell irányt váltani, barátom, te is. Ez meg. Na, ott van például még egy. Jó, akkor legalább tudjuk, hogy itt is lesz majd egy. Mi menjünk ott a... izé... ja, ott van egy. Na, de fölmegyünk. Na jó, csak hol van a következő? Hát, hogy föl kellett volna térképezni előbb. Na mindegy, ez hát most már nem derül ki soha, de... hát csak itt a közelben lesz most már, hogy még három kell, bazd meg. Az... esélytelen. Pláne, hogyha ilyen... kurva ügyesen vezetek.
Portlandben. Hát csak melyik Portland, bazd meg? Melyik a Portland? Basszus, nem, hát most tudom, hogy melyik a Portland. Hát csak tudom nézni most. De meg tudom. Az meg. Miért nincs ezen a tetves, a rohadvány játékban egy térkép? Honnan tudjam, honnan az anyámból, hogy melyik a Portland? Érted? Elvárják, hogy az autók márkáját, ezeket a no-name szarokat is tudja az ember. GT 3 Portland. Portland Harbor. Hát, nem tudom, melyik lenne... Mindegy, valószínűleg ezt újra kell, hogy kezdjem majd ezt a szart, mert... Fogalmam sincs, hogy melyik a... A Portland Island, de hát, bazd meg, hát az... Mire én odaérek, hát... Portland Island, az... igen. Az előre. Persze, és még föl is robbansz. Ilyen hülye faszkal a barmok miatt takarodj innen. Stanton Island. Jó, tehát azt kéne akkor megjegyezni, hogy oké, tehát innen fogunk, bazd meg, innen fogunk elindulni. Még van annyi időnk, ezt megcsinálom. Ezt, gyerekek, ezt úgy megcsinálom. Mint a szél. Na. Persze lőjetek még rám, nem érdekes.
Ez az. Adjál még. Még azért azt kipróbálom, hogyha én most itt föltérképezem őket. Mindegyiket. Tehát, hogy föl tudom-e térképezni először, tudom, hogy első körben a többit is. Jó, az első az mondjuk tételezzük fel, hogy megvolt. Aha. Ott volt a második. Remek. Azt hiszem ez valahol itt volt a... Három, négy. Öt, megvan az ötödik, oké. Na, és azt hiszem öt volt itt, úgyhogy akkor most fogjuk szépen, azt hiszem erre van az építkezés. De aztán lehet, hogy nem erre van az építkezés, és rábasztam. Meg nem figyelek. Keresném az aluljárót, hogy... Ez szép volt. Jó, menjünk át akkor ide. Bár szerintem a izén keresztül lenne a legegyszerűbb az alagúton, de most az Isten is találom meg. Illetve megfogom, mert a legutolsó majd a izé lesz. Mennyi volt? Akkor itt háromnak kell lenni, ugye? Akkor ez már 6, 7, 5, 6, 7, igen. Tud, volt kecóm, azt hiszem. Ez csak 7, de lehet, hogy a másik 2 az meg a izén van. És csak azt a rohadt alagutat kéne megtalálnom.
Hát végig is fel tudok menni a hídon is. Baszódj meg! Igen, ez annyira nem mókás. De mit csak kettő volt, és... Ugye itt van... Szóval ez irányítatlan, hogy retek az egész. Faszomat már! Ne vagy ilyen dodge. Az emberek, komolyan mondom. De hol az anyámba van? Nem igazadok ki ezen a rohadt tetvedék városom. Bassza meg. Most ezen a hídon mentem ugye át, de hát nekem tökre nem ez kéne, bazd meg. Ott van végre az a tetves építkezés. Csába már. Hát jó, hát itt sok embernek a bögyében vagyok, az is tény. Ez a lagút. És akkor itt lehet lemenni. Na, a legegyszerűbb igazából az, hogyha itt megyünk végig. Azt tuti. Tehát a Portlandben voltunk. Jó. Na merre kell menni? Portland az airport felé kell menni. Ez az. Aeroporto.
És igazából ott van, ott kettő lesz, igen, mert ott volt ugye a... Ez jó lesz akkor, igen. Várj, ez nem a... az meg... Az igen, az igen, az igen! Hát a rendőr se tud vezetni. És bazd meg üldöznek. Tehát azért, mert ő ott bazd meg, fölborul, fölrobban. Ja, igen, az airport az erre van. A picsába. Az airporton lesz a... az útcsó. Látnék valamit az útból, de nem sok mindent látok. Gyerekek, hát ezt nem hiszem el. Olyan, mint hogyha a Ferihegyi reptérre vezető úton lennék. Tényleg úgy érzem magam, hogy... hogy ember, és akkor egymás mellett. Így van, így van. Nem, bocsánat, ez kell. Basszus. Igen, ugye itt lesz a... Na és akkor hol volt a... az meg... Igen, ugye ott volt a 8. És mentem valamerre még erre. Jó, elvileg akkor megvan a 9. Na. Persze, hogy neki repül egy oszlop, neked ez egyértelmű, az meg. Tök mindegy, hogy mi az anyámat csinálok, nyilvánvaló, hogy rápattanok egy valamire. Ha más nem, akkor egy emberre, és akkor az ember fogja szarrá törni az autómat. Hihetetlen. Fú, ezt a játékot, és akkor persze gyertek ezren.
És így van, és úgy pördül meg, hogy utána lelassul, nem tudok elindulni. Ez meg, ez hihetetlen. Mindjárt benned is megakadok, persze. Az meg, hát ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Ez bazd meg, a kur... És persze robbanj is föl, így van, és nem jön most semmi autó. Hát ezt nem hiszem el, ezt a... És egymásnak mennek előttem, hát logikus, hol kell a baleset? Nyilvánvaló, hogy ott, ahol éppen én megyek. És hát ezt nem hiszem el. Ezt tudja, hogy így írták meg ezek a köcsedék, rohadt rockstáros idióták. Baszódnának meg. Szálljál már ki a kocsiból! Bemegy az autóba, az meg ezt nem hiszem el. Így van. Csak most el kéne érni a izé.
Elvileg jó, akkor azon a hídon fogunk átmenni. Jó, talán még meg is lehet. Nem lesz meg, bazd meg. Jó, ennyi volt már a játék, köszönöm a figyelmeteket, mennem kell focizni, szevasztok.